Köszöntjük a Kraft konferencia résztvevőit. Ezen az előadáson Jakobi Ákos egyetemi docens úr, az FTIIS kutatójával, jó magam Szabó Marian, szintén az FTIIS kutatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa, fogunk beszélni a Kraft módszertan veszprémi beépmérésének tapasztalatairól. Címünk értékközösség, elköteleződés és generációk. Ezeket a fogalmakat fogjuk kifejteni, miután először a Kraft módszertan hátteréről beszélünk, és utána pedig a konkrét veszprémi tapasztalatokat szeretnénk megosztani az egybegyűltekkel. Nagyon röviden, miért foglalkozunk régiókkal, miért hangsúlyos napjainkban az, hogy egy várost és térségét komplex módon, különböző életjelenségek mentén vizsgáljuk? Különösen azért, mert a globalizáció hatásai egyre inkább nagyobb térségeket, hiszen ezek között, a települések között kapcsolatok vannak, érintenek. Ezt, hogyha a régiókat rendszer szemléletűen közelítjük, akkor elmondhatjuk, hogy összességében minden régió egy társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági, interakciós rendszer, tehát a különböző szervezetek, egyének hatással vannak egymás viselkedésére. Azt is beláthatjuk, különösen ezekben az időkben, hogy a maga regionális fejlődés sem egy kiegyenlítés stabil folyamat, hanem folyamatos megszakítások révén alakulnak új térségi fejlődési pályák. Érdekes tehát, hogy amikor régiókról, mint komplex rendszerekről gondolkozunk, akkor mégis milyen területeken vizsgálódhatunk. Erre egy nagyon jó besorolást ad a Müncheni Szociálgeográfia Iskolának a társadalmi alapfunkciói, ahol meg kell figyelembe vesszük a munkavégzés, lakhatás, tanulási folyamatokat, kommunikáció, fogyasztás, közösségben élés. Ennek ugye vannak településrészi összefüggései, településen, régióközi, hiszen egy felsőoktatási intézmény ugye egy nagyobb ellátókörzetet valósít meg, de ugye a kultúrának, közlekedésnek meg egyértelműen vannak országos kiemelt gócpontjai. Ezeknek a jelenségeknek a vizsgálatára az utóbbi évben számos mérési módszertan alakult ki, amelyek különböző területi szinteket, akár országokat, illetve országok alatt városokat, településcsoportokat érintenek. Ezek a mérési módszertanok vegyesen használnak olyan állapotmutatókat, amelyek például a környezeti tényezők állapotára, a régióban élők munkalehetőségeire, különböző jóléti mutatókra, mint biztonsági érzet, vagy éppen az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége koncentrálnak. De nagyon sokszor látjuk azt, hogy ezek a mutatószámok olyan úgynevezett eredményindikátorokat is tartalmaznak, amelyek ezeknek az arrendszereknek a működését írják le, mint például ilyen születéskor várható élettartam, vagy éppen vannak olyan mutatószámok, például a Winnipegi Index, amit mi is a módszertanunknál alapvetően a többiekkel együtt, de mégis nagy hangsúlyan figyelembe vettük, hogy például mit tesz egy térséget vagy települést a ott lakók számára kedvezővé, hogy hosszú távon ott képzék el az életüket, ott neveljenek családot, hiszen ugye már Arisztotelész megfogalmazta, hogy a társadalom vagy a gazdaság alapvető egység a háztartása a gazdaságban, társadalomban, mi is ezt a folyamatot követjük. És most Ákosnak adnám a szót. Nos, a Kraft koncepció ebből a komplexitásból szeretne tovább lépni. Maga a Kraft kifejezés, hogyha valaki esetleg most találkozik vele először, ugye azt jelenti, hogy kreatív város, fenntartható vidék, egy új integratív város és vidékfejlesztési stratégiáról vagy logikáról beszélhetünk, amelyik azon a meggyőződésen alapul, hogy a sikeres fejlesztési kezdeményezések, projektek, stb. Kulcsa a régió társadalmi, gazdasági, kormányzati és természetesen helyi szereplőinek hatékony együttműködésére épül. Lényegében a komplexitás ebben az integrált keretrendszerben érhető tetten egyéni, közösségi érdekeknek az egyidejű figyelembevételével, itt természetesen akár a vállalatok, a város, az önkormányzat, az egyetem és más egyéb szereplők érdekeinek az összehangolásáról van szó. Maga a koncepció persze inkább hosszabb és középtávon gondolkodik, és ezeket is komplex
mélyreható, ugyebár in-depth megértéssel próbálja támogatni a társadalmi, gazdasági, az ökológiai fenntarthatóság megteremtése mellett. Technikailag pedig egyszerre próbál lavírozni, illetve integrálni úgynevezett puha és kemény faktorokat. Hogyha egy kicsit szövegesen is szeretnénk ezt megfogalmazni, maga ez a program, ez a magyar kormány regionális fejlesztési pilot programjainak az egyike, egy kis és középvárosok fenntarthatósági fejlődését célozza. Továbbá ugye a hagyományos regionális és városfejlesztési gyakorlatokkal, például ugye a Green City Indexel, vagy a Fenntartható Város Indexel, vagy a Creative City, a Kreatív Város Indexel, stb. Ellentétben ez a megközelítés próbálja tehát integrálni ezeket az úgynevezett puha tényezőket, amely viszonylag nehéz megfogni, de rendkívül fontosak, mint például a kultúra, ugye a történelmi vagy kulturális örökség, a hagyományok, és ezeknek a hatékony menedzsmentjét az olyan kemény tényezők figyelembevételével, mondjuk, mint például az infrastruktúra, az energia, kommunikációs hálózatok, gazdasági fenntarthatóság, stb. Ezen kívül a Kraft másfajta újdonsága is rendelkezik, hogy a vidék és városfejlesztési tényezők között kölcsönös függőségek, szinergiák is azonosíthatók, és ezeknek megpróbálja a lehetőségeit kihasználni, városok és vidéki környezetük új komplex regionális fejlesztési stratégiájának megvalósításához szükséges feltételek teljes skáláját próbálja feltárni. A módszerünk, vagy pontosabban a koncepció hátterében három fontosabb oldal, három potenciál feltárása húzódik meg. Talán úgy tudjuk értelmezni leginkább a régiókat, és ez majd most a veszprémi esetnél is látható, hogy ezek a potenciálok kapcsolódnak össze, valamiféle kreatív, vagy kreatív és innovációs potenciál létezik, a tudástermelés potenciálja. Nagyon fontos a hálózati potenciál, a társadalmi tőke, a kapcsolati tőke, a területi tőke megfogása és kihasználása, illetve ott van a fenntarthatósági potenciál, hiszen egy fenntarthatatlan rendszer az csak problémákat szülne. Ezt az együttes gondolkodást szeretnénk bemutatni még röviden. Ahogy Ákos is említette, e stratégia sem lehet sikeres abban a tekintetben, hogy az csupán egy társadalmi egység számára fontos, ezért a Kraft módszertan kezdetektől az úgynevezett Triple Helix módszertanra épült, hogy az önkormányzatnak, vagy a helyi kormányzás megfelelő, vagy regionális kormányzás szintjeinek, illetve az egyetemek kutatóintézmények, illetve vállalkozások gazdasági bázis kölcsönös megértésén és együttműködésén kell alapulnia. Ugyanakkor azt is fontos már hozzátennünk, hogy a Kraft módszertan fejlesztése során egyre fontosabbá vált, hogy a különböző civil csoportosulások, illetve együttműködések is nagyon fontos elemei a régiófejlesztésnek, és ezt írja a Lelpeli-Szovic 4-es Helix modellje, ami tulajdonképpen az egységek együttműködését keresztül egy ilyen dinamikus, motorizáló egységként fog működni a régiófejlesztésben. Ez a modell, amelyik már tehát akkor a szakirodalomban is itt-ott előkerült, viszonylag átfogó tématerületekkel próbálja megragadni a fejlődési, fejlesztési lehetőségeket. Itt lehet látni a képernyőn néhány átfogó tématerületet, mint a gazdaság, társadalmi vitalitás, vagy ide tartozik az egészségügy, oktatás, és ezt kiegészítettük, ugye az örökség, a háttér, a társadalmi háttér elemeivel is, amelyik nem egy teljesen új gondolat, bár ez a megközelítés nyilván még kevésbé szerepelt a szakirodalomban. Itt-ott lehet látni például Ashworth-nél vagy Szilvia Szerizolánál, hogy hogyan is próbálják az örökséget, a kreativitást, tehát a gyökereket beintegrálni a különböző például regionális fejlesztési lehetőségekbe. És ez Veszprémnél is nagyon jól kihasználható lehet majd. Az örökséget sokféleképpen értelmezhetjük kulturális iparként, ugye idegenforgalmi erőforrásként, helyfaktorként, azonosítóként, ugye az a place identifier, ez a Genius Loci megközelítés, vagy lehet akár az örökséget, mint egy helyi termék promotálni, vagy a gazdaságítési megújításában kifejezetten szerepet találni neki. Ezeket mind integrálhatja ez a Kraft elképzelés. Hasonlóképpen a kreativitás is több oldalról közelíthető, és ezeket próbáljuk is valahogy megragadni
a művészi, a tudományos, a gazdasági kreativitást. Valahogy ez a craft ebben a többdimenziós, multidimenziós és területi szinergiákkal átszőtt rendszerben próbálja a regionális fejlesztési lehetőségeket megtalálni. Itt egy konkrét példa is látszik, bár ez nem Veszprém, hanem Kőszeg példájáról, engedtessék meg, hogy az intézetünk helyszínéről is egy ilyen példát röviden említsek. A beszélő házak projekt Mátai Mónika vezetésével valahogy erről szól, hogy megragadjuk az egyes lokációk mögötti történeti tartalmat mikrotörténelem feltárásával, és ezeket egy modern informatikai eszköztárba is megpróbáltuk integrálni egy IT alapú webes szolgáltatással. A módszerünk persze ugyebár eléggé komplex, nagyon sok mérhető craft összetevőt lehetne definiálni, itt egy hosszú-hosszú listát látnak. Ezeket megpróbáltuk kvalitatív és kvantitatív módon is megközelíteni. A komplex indikátor megközelítés az valamiféle pontozásos módszerrel egy craft indexet adott eredményül. Ez valamiféle ilyen kreativitás, élhetőség, társadalmi gazdasági környezet indexe lenne, folyamatos revíziója, fejlesztése zajlik ennek természetesen. És itt lehet látni például a járási szintű eredményeket. Nem meglepő azért ez a térkép, Észak-Nyugat Magyarország vagy Észak-Dunántúl egészen jó szerepel, hogyha most Veszprém és környéke lenne a fókuszban, még akár a részletesebb települési eredmények is elég pozitív értékeket mutatnak, kedvezőeket, ahhoz képest, ami mondjuk az ország dél-dunántúli vagy kelet-magyarországi területein elképzelhető. És még inkább ráközelítve Veszprémre és környékére látszik ez a bizonyos együttműködés, értékközösség, valamiféle szellemi közösség is, amit visszatükröz az index eredményüknek a kimagasló szintje ebben a vidékben. Ez tehát akkor a kvantitatív kísérlet, de mögötte egy kvalitatívabb tartalom is látszik. Végezetül szeretnék néhány érdekes eredményt bemutatni a címben található kifejezésekkel összefüggésben a 2017-ben Veszprémben megvalósított lakossági lekérdezésünkkel kapcsolatban, ami ugye a kvalitatív dimenziókra fókuszál, 1200-as mintán, amely nem városrész és kor szerint reprezentatív, ez ugye a generációs vizsgálatoknál nagyon fontos bemeneti tényezőként szolgál, ugye valósítottuk meg, ugye 16 évesnél idősebb polgárok kerültek bele, valamint azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy valós idejű nyomonkövetést alkalmazzanak a lekérdezők, így amint a abszolút biztonságos legyen. Ugye Mannheim a generáció kutatása szerinti csoportokba néztem meg a hovatartozást, ugye jól látható, hogy a veteránoktól egészen az én generációi képviseltetik magukat, megkérdezettek a mintában. Néhány különbségre is majd még többre fény fog derülni, de nagyon fontosnak láttuk azt bemutatni, hogy egybehangzóan ez a magyar társadalmi rendszerrel egybehangzóan ugye a családjukra nagy mértékben tudnak számítani gond esetén ugye a csoportok. Valamivel magasabban az Y generációnál jelenik meg a barátoknak a fontossága, például a kritikus élethelyzetek esetén is. Ugye több tényezőre rákérdeztünk, ezeket ugye ilyen 4 pontos Likert mérési skálán kellett értékelniük a megkérdezetteknek, ugye például, hogy anyagi vagy egészségügyi, lelki, stb. Mindennapi élet problémáinál ugye kire számíthatnak, ezek kimondottan a szereplők többségében magas értékeknek számítanak, és nagyon érdekes az, hogy nyilván a családbarátok ez evidens, de érdekes, hogy a területiség hogy jelenik meg, hogy igenis fontosak a szomszédsági közeli térkapcsolatok, mert jól látjuk azt, hogy alapvetően ugye az lesz szintén egy magasabb értéket adó szegmens, hogy ezeknél a tényezőknél fontosak a szomszédok. Az értékközösségnél az is nagyon fontos tényező, hogy melyek azok a
természeti értékek, vagy épített, stb. Kulturális elemek, amelyekre büszkék ugye a veszprémiek, és itt minden megkérdezettnek három kifejezést volt lehetősége megadni, és nagyon egybehangzóak voltak a válaszok, ugye állatkert, vár, Veszprém Aréna, látjuk ugye a sporttevékenységeket, a színházat, de a környezetet, rendezettséget is, hogy ezek is fontos tényezők, amelyek büszkeséggel töltik el a helyeket. Ugye érdekes Veszprémmel kapcsolatban, hogy a kulturális kínálatot hogyan értékelik, illetve mennyire elégedettek. Ezek ugyanúgy 4-es skálán értik el be rendkívül szépen magas értékeket, ezáltal tényleg beigazolódik az, hogy a kulturális fejlesztéseknek Veszprémben nagyon fontos közösségi formáló ereje lehet. Az már árnyalja a képet, hogy konkrétan kulturális aktivitásra is rákérdeztünk, és hát itt meglepőbb tapasztaltuk, hogy a tevékenységek zömini, hogy olvasott-e könyvet, látogatott-e koncertre, színházba, emlékhelyre, itt zömével az ettesen vagy az évi egy-két alkalommal válaszok domináltak. Ez egy érdekes összefüggés elemzésre ad lehetőséget, hogy vajon milyen okok húzódnak meg emögött. Ugye az értékközösségnél elhangzott, hogy nagyon fontos a természeti környezet, itt is egybehangzóan nagyon pozitív értékeket kaptunk, ugye megint 4-es skálán, tulajdonképpen egyedül csak az utcák érdekápoltsága volt az, amelyik nem ért el ugye a 3-as inkább elégedett szintet, a többi elég kedvező képet mutat. Némi városrészi elemzést is végeztünk, alapvetően inkább a belső területeken még inkább elégedettek ezzel, de alapvetően nem mutat jelentős egyenlőtlenséget a válaszok alapján. Az elköteleződés dimenzió talán abban a legjobb megmérni, hogy milyen mértékben vannak azok a választók, akik hosszú távon ott képzelik el az életüket, és veszem ebbe, én biztos, hogy egy kimagasló értéket mutat, hogy a megkérdezettek 90%-a vagy 89%-a hosszú távon szeretne a városban maradni, és az egyéb okok, akik elköltöznének, érdekes mögé nézni, hogy inkább az egyedi saját kalandvágy vagy kihívások vezérelte, ami úgy gondolom minden társadalmi csoportnál megjelenik, ezek vezérelte elköltözéstől lehet szó. Ugye a generációk esetében érdekes lehet az, hogy azok a output típusú indikátorok, amelyek ugye ilyen eredményekre utalnak, hogyan osztanak meg, és itt nagyon érdekes eredményeket kaptunk, amikor a csoportokat vettük golcső alá. Ugye látszik az, hogy amikor a településhez való kötődés, vagy azt kérdezzük meg, hogy mennyire összetartó a lakosság, azért vannak különbségek. Némelyek, például a településhez való kötődés generációról generációra csökken, ugye az összetartást is más, hogy érzékeli például az idősebb generáció egyetemen alulról, illetve még az is nagyon fontos tényező volt, hogy aki hosszú távon szeretné, hogy az ő családja gyermeki is ETN dolgozzon, ezzel hogyan válaszolnak, itt is ugye látjuk, hogy a középkorúak rétege, de már az én generációnál nem ennyire egyértelmű az egyetértés mértéke. Ugye bizalom a szervezetekben, ez is nagyon fontos elköteleződési faktor, hát látjuk, hogy a helyi önkormányzattal való bizalom ott is jelentős, vagy hát különbségeket látunk, ugye, de alapvetően azért még inkább a pozitívabb, vagy biztató tartományban. Az egészségügyi szolgáltatóknál látjuk azt, hogy így tényleg generációra kevésbé elégedettek ezekkel. Tehát konklúziónál, azt a vizsgálataink bemutatták, hogy határozottan kimutatható ugye a veszprémi értékközösség, ugye a megkérdezettek így a reprezentáló társadalom szintjén, tehát a lakossági percepció és az elköteleződés egy magas szintjéről beszéltünk a városban. Ezek kimondottan jelenlévő kraft potenciálok, amelyekre érdemes hosszú távon építeni, és hát nagyon fontos az, hogy az elemzéseink bemutatták, hogy érdemes ugye a puha és kemény faktorok szinergiáit is bemutatni, és ezekre építeni akár örökség dimenzióban, hiszen egy értékvezérelt elkötelezett társadalomról beszélhetünk Veszprém esetében. És végezetül szeretnénk megköszönni a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Viszontlátásra!